Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok! A következőkben a bájos kis bestiák földjére fogok barangolni. Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit Játszunk Vlog. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! Rengetegen vártátok tőlünk ezt a játék bemutatót, úgyhogy íme, először gyorsan fussunk át a szabályokon nagy vonalakban, hogy mit is tud ez a játék, utána pedig visszajövök és elmondom pár gondolatomat erről a játékról. Lássuk! Így néz ki a Bájos kis bestiák című társas játék, hogyha három játékosra készítettem elő. Mindegyik játékos kap egy csapatvezetőt, és a játékosok célja az, hogy egy csapatot verbuváljanak, hogy szörnyeket győzzenek le. Két győzelmi feltétel van, az egyik, hogy gyűjtsenek össze összesen hatféle kasztot, minél heterogénabb legyen a csapat, annál jobb, és akinek ez először sikerül, megnyerte a játékot. A másik győzelmi feltétel, hogy szörnyeket győzzenek le, és amelyik játékosnak először sikerül három szörnyet legyőznie, az a játékos megnyerte a játékot. De ez nem is olyan egyszerű, mert nem csak a szerencsére vannak rábízva a játékosok, ami kártyahúzással és kockadobással történik, hanem bizony a többi játékos is aktívan gáncsolgatja a játékosokat eme siker elérésében. Mindegyik játékos csak egy csapatvezetővel kezd, véletlenszerűen kapnak egyet egy húzópakliból, amely rögtön egy kaszt szimbólummal rendelkezik, és egy különleges képességgel. Ez egy nagyon fontos karakter, ugyanis ezt a képességet ezt nem veszítheti el a játékos, onnantól ez a játék végig ez rendelkezésére áll, és a játékos körében három akciópontot költhet el, ő dönti el szabadon, hogy ezt a három akciópontot mire költi. Van, ami egybe kerül, van, ami kettőbe és van, ami háromba. Egy akciópontba kerül húzni egy kártyát. A játékos a jó alaposan megkevert húzópakli tetejéből egyet felhúz, és így kiegészíti a kezében lévő kártyás számát egyel. Ezen kívül dönthet úgy, hogy lejátszik egy kártyát, és itt most nagyon fontos megismerkedni a különféle kártyatípusokkal. Az egyik legfontosabb kártyatípus a hőskártya. Minden egyes kasznak vannak különféle hőskártyái, és abban az esetben, hogyha a játékos lejátszik egy hőst, akkor rögtön használhatja a képességét, abban az esetben, hogyha kidobja két dobókockával az ott látható célszámot. Abban az esetben, hogyha nem, akkor csak lejátszotta azt a hőst, és az egyik győzelmi feltétele felé megy. Fontos, hogy akár ugyanolyan kaszthoz tartozó hősöket is lejátszogathat a játékos, ez nem feltétlen segíti a játékost a nyerésben, de elképzelhető, hogy a képessége izgalmas. Tehát például a hozzátok közelebbi játékos lejátsz ezt a kártyát, dob a két dobókockával, és hogyha kidobta az ott látható értéket, akkor rögtön használhatja ennek a hősnek a képességét. Nagyon fontos tudni és készülni rá, hogy minden egyes hős támadható, de a későbbiekben akár a hős segít valamilyen eszköz segítségével a játékos egy akciópont elköltésével egy lent lévő hőshöz, csapatvezetőhöz nem, de lent lévő hőshöz csatolhat eszközt, ami egyébként érdekesség a játéknak, hogy a többi játékos pedig más játékos hőséhez csatolhat elátkozott eszközt. Ez nagyon kellemetlen tud lenni, és akkor a hős egy elátkozott eszközzel van ellátva, amely picit nehezíti annak a bizonyos hősnek a játékát. Elkölthet tovább egy akciópontot egy játékos egy már korábban lejátszott hős képességének aktiválásához. Abban az esetben, hogyha a játékosnak már eleve lent van egy hős, akkor dönthet úgy, hogy nem akar lejátszani más kártyát, nem akar húzni, hanem egy lent lévő hős képességet aktiválja, dob a két dobókockával, és hogyha sikerült, akkor örül, mert használhatta a hős képességét. Meglehetősen sokat dobunk dobókockával, és ezért van a játékban egy nagyon fontos kártyatípus, ezek bizonyos módosító kártyák, vagy negatív, vagy pozitív irányban módosíthatja a játékos a kidobott értékét. De miért is módosítana negatív irányban? Ugyanis ezeket a kártyákat, a módosító kártyákat nem csak az éppen soron lévő akciópontokat használó játékos játszhatja le, hanem más játékos is. Elképzelhető, hogy a hozzátok közelebbi játékosnak sikerült kidobni a tolvaj hősnek a képességét, de egy másik játékos azt mondja, hogy nem, mert én módosítani szeretném az adott mínuszértékkel ezt a bizonyos kidobott kockaértéket, de erre természetesen felelhet a kockádobó játékosa, de mégis sikerült, úgyhogy össze-vissza válaszolgathatnak, meg támadhatnak ilyen módosító lapokkal a játékosok, és az egyik legizgalmasabb kártya típus, ami ugyancsak egy másik játékos körében kijátszható, az a próbatétel. Abban az esetben, hogyha a játékos hőst játszana le, vagy esetleg szörnyet támadna meg, akkor azt mondhatja egy másik játékos, amennyiben rendelkezik egy ilyen kártyával, hogy nem, én most próbára teszlek téged. Mindkét játékos dob, és aki nagyobbat dob, ez természetesen egyéb módosítókkal boostolható, variálható, ez a bizonyos kidobott kockaérték. Aki nagyobbat dob, neki az akarata érvényesül. Abban az esetben, hogyha a próbatételt lejátszó játékos dob nagyobbat, vagy lesz nagyobb eredmény a módosítók lejátszását követően, akkor az adott játékosnak, bár
már elhasználta az akciópontját, de nem sikerül esetünkben szörnyet támadni, esetleg hőskártyát lejátszani. Abban az esetben, hogyha a védekező játékos dobott nagyobbat, akkor a próbatételt lejátszó játékos hoppon maradt, és így nem sikerült semmi gonosz dolgot csinálni. Egyetlen kártyatípus van, amiről még nem beszéltem, az a bizonyos varázslat. Egy akciópontban kell a játékosnak lejátszani a varázslatot, és érvényesíti annak a hatását. Természetesen ez is támadható próbatétellel. Két akciópontba kerül megtámadni ezt szörnyet. Szörnyet megtámadni nagyon sok szempontból megéri, mert amint hármat begyűjtött a játékos, győz, és onnantól kezdve egy permanens állandó képességet kap a játékos, ezt sokféleképpen lehet jelölni, általában úgy szoktuk, hogy becsúsztatjuk a hőskártya alá, ez egy elvehetetlen különleges képessége lesz. Igen, ám, de szörnyet nem olyan egyszerű megölni, bizonyos kasztok, vagy valamennyi megszerzett hős mennyiség kell ahhoz, hogy a játékos egyáltalán szóba tudjon állni az ott látható szörnyel, és bizonyos szerencsére is szüksége lesz, mert abban az esetben, hogyha nem dom ki bizonyos értéket, akkor annak következménye, vagy valamilyen játékosra néző negatív hatása tud lenni, például el kell dobni a két kártyát, vagy valami más kellemetlenség. Abban az esetben, hogy két érték közé dob, akkor nem történik semmi, elveszett a kettő akciópont, de hogyha kidobta az ott látható értéket, és egyetlen más játékos sem varjált ebbe bele, akkor a játékos legyőzött egy szörnyet, elteheti az ott látható lapot, és rögtön felcsapunk egy újat a helyére. Tehát így szépen lassan cirkulálnak ezek a bizonyos szörnyecskék. Van, amit egyszerűbb legyőzni, van, amihez több hős kell. Ezen kívül a játékos az összes akciópontját elköltheti arra, egészen pontosan hármat, amely alapesetben az összes akciópontja, hogy eldobja az összes kártyát a kezéből és kiegészítse a kezében lévő kártyái számát 5-re. Abban az esetben, hogyha nagyon ritka lári rati kártyái lennének, amik nem kifejezetten hasznosak számára, akkor dönthet úgy a játékos, hogy teljesen újra frissíti a kezét, és így egymás gáncsolgatva próbálnak meg eljutni a játékosok valamelyik győzelmi feltétel teljesítéséig. Ez a Bájos kis bestiák című játék gyors summája, lényege. A kedves cuki karakterek gyilkolják egymás hangulat, nagyjából nekem a Happy Tree Friends sorozat óta popkulturális jelenség, amikor egy nem várt hóka-móka kis habókos karakterecskék előveszik a revolvert és szétlőnek mindenkit. Szivatós játékokat, amely konfrontációt tesz a játékosok közé, korábban rengeteget láttunk már, és a Bájos kis bestiák is nagyon modern oldalról közelíti ezt meg. Teszi ezt úgy, hogy nagyon sok oldalról ihletődik a Bájos kis bestiákba, hogyha szakmai szemmel picit jobban belemegyünk, számos, kifejezetten ismerős és remekül bevált, más játékokban remekül bevált mechanizmus találhatunk, az akciópontrendszert, a tégdelt elemet, a nagyon jó kis fantasy világokból ismerős kasztok játékbeli leképezését, a különleges képesség használatot és azoknak a bővítését. Úgyhogy szerintem nagyon művelt az a bizonyos szerző, aki készítette ezt a játékot, nagyon sok oldalról inspirálódik, és nagyon szépen hajtják ezek a mechanizmusok egymást. Ebben a kifejezetten, és most Terminus Technicus szeretnék használni, rohadéktársas játékban. Ez a játék arról szól, hogyha valaki halad, akkor gáncsoljuk el. És fantasztikus érzés, amikor szövetkeznek asztal fölött játékosok valaki ellen, hogy valakinek nagyon áll az ászló, most már az ötödik különleges képességét, vagy ötödik különböző színű kis kasztját szeretnék begyűjteni, és hogy módosítgatják egymást, és én, aki érdekelt vagyok, hogy nehogy már olyan könnyen megnyerje Réka a játékot, egy picit beszövetkezek ellene, és ezek a kis mini paktumok, mini kis rohadék csoportosulások egyedivé teszik ezt a játékot, és nagyon megválogatják a közönségét. Nagyon nem mindenkinek való ez a játék, hogyha kicsit is zavar téged az, hogy a többiek kifejezetten ellened játszanak, akkor ez nagyon nem a te játékod. És szerintem ügyesen kommunikálja ez a Bájos kis bestiák cím, amely ezt teszi transzparenssé, ezzel jön, ezzel nyit, hogy itt készülj fel arra, hogy a többiek ellened fognak játszani, és nagyon nem örülnek a te sikereidnek. Ez egy érdekes íz, és hogy is mondjam, úgy nagyon benne tud lenni az életünkben, hogy ha valaki haladna, elérne valamit, már-már gyerekek, már sikerélményt tudnék, akkor tuti, hogy jönnek a többiek, és jól visszahúzzák. Az egyéni siker, közös siker nincs, ez egy szuper antikooperatív játék. Ez a vállalása, és szerintem nagyon ügyesen teszi ezt, hogy nagyon ne akarjál haladni, nagyon szépen, szimmetrikusan a többiekkel együtt, kényelmesen haladgatva. A játékosnak nagy a beleszólása abba, hogy mi a keze. Dönthetek úgy is, hogy újra töltöm a kezemet. Dönthetek úgy is, hogy nagyon megpróbálok szivatni a másik játékost, és nekem kifejezetten tetszik az a megoldás ennek a játéknak, hogy kockadobás, de a többiek szivatása is kockadobás. Meglehetősen keveset tudok direkt szivatni valakit, mert bármilyen kártyatételre rá tudom tenni, aztán akkor kihívás challenge, és akkor lekőpapírolózzuk annak a bizonyos kártyának a sikerességét. Aki már régebb óta követi a csatornánkat, tudhatja, hogy mi Rékával valamilyen játékosok vagyunk. Mi nem nagyon szeretjük a kitett konfrontációt az asztalnál. Viszont nagyon fontosnak tartjuk, hogy széles skálán kommunikáljunk, mutassunk be játékokat, mert nagyon sokféle játék van, többek között az olyan is, amely akkor teszi eredményessé, akkor teszi sikeressé a játékosnak a játékát, hogyha mer beleállni ilyen konfrontatív helyzetekbe, és kiválogatja azokat a lapokat, hogy hogy tudja többieket szivatni.
Nagyon szimpatikus számomra annó egy csomó ilyen számítógépes játékosságot olvastam, és a szerkesztőség leosztotta egymás között, hogy ki milyen játékokban érdekelt, és nekem most ez volt kifejezetten a munkám ezzel a játékkal, hogy vizsgáljam meg, hogy egyébként mind játék, mint mechanizmus szerkezet pontosan hogy működik. És szerintem a vállalását nagyon szépen teljesíti. A termékminőség és arculata profi, és gyönyörű a doboz belső. A kártya minőség jó, a kocka is egyedi, kifejezetten gazdag világnak érződik, rengeteg humorral eltartva azt a bizonyos konfliktust, amit, hogy is mondjam, a szövetébe hímez. Legelső alkalommal Marta Dávidékkal játszottuk, Kacival, négyen, Rékával ezt a játékot, és ott nagyon transzparens lett, nagyon nyilvánvaló, hogy nagyon fontos a társaság. Ezekben a játékokban, ahol ilyen nagy az interakció játékosok között általában a többi játékos kárára, ott nagyon nem mindegy, hogy milyen hangulatban és milyen arcokkal játszod. Én ezt nem tartom kifejezetten családi játéknak, vagy ha igen, akkor azonnal tegyétek transzparens, hogy kommunikáljátok, hogy mi fánterem ez a játék, milyen lehetőségek vannak a játékban. És hogyha mindenki aláírja ezt a szerződést, hogy oké, én nem fogok megsértődni, bántatok, mert erről szól ez a játék, akkor viszont mellettesen szórakoztató tud lenni, és kifejezetten jó pofa, amikor kiröhögjük a többieket. Olyan nagy, masszív építkezés nincs, tablót építek magam előtt, különleges képességeket halmozok fel, és jó azt tudni, hogy onnantól kezdve lejátszottam egy lapot, sőt, még odáig sem, mert a kezemből is bánthatják a lapjaimat. De onnantól kezdve, hogy lejátszottam egy lapot, onnantól kezdve céltáblája lehet a többieknek, és bizony masszívan beleszólhatnak a játékomba. Ritkán tart, hogy nagyon hosszan ez a játék. Én ezt kifejezetten szeretem, hogy a 20-30 perc alatt valamelyik győzelmi feltétel teljesülni fog, és jaj de jó le ennek a játéknak az, hogy többféleképpen megnyerhető. És álljatok bele, szívassátok a többieket, erről szól ez egész játék, nekem nagyon nehéz, és hogy is mondjam, abszolút komfortzónából kilépő élmény volt ebbe a tanításba beleállni, hogyha ti így, én is így, mindenki ennél az asztalnál így játssza a játékot, itt nem opció az, hogy én most egy picit konfrontálhatok, nem, itt nem tudsz csak építkezni, a játék elvárja tőled, hogy bánsd a többieket, és aki megy ezzel a vonattal, ő szerintem egy kifejezetten kellemes modern játékkal találkozhat, ha valaki nem, rengeteg másik játék van még. A játék doboza azt mondja, hogy 2-6 játékos részére, szerintem ez egy tág intervallum, én 2-en meg 6-an nem feltétlen játszanám, 3-4-en 5-en, de inkább 4-en a legjobb ez a játék, amikor szépen egyensúlyban tudjuk tartani, szépen el tudom szórni kis gonoszkodásaimat a többiek felé, 6-an nagyon lassan tud körbeérni, ha 2-en vagyunk, akkor meg valamelyik győzelmi kondíció kárára fog ez a játékos szemcsökkenés megtörténni, ez egy partijáték, játszátok többen! Nagyon szépen köszönöm ezt a játékot a Reflexshopnak, hogy bemutathattam nektek. Bízom benne, hogy tetszett ez a videó. Ha tetszett, akkor kérlek dob egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többekhez eljusson ez a társasjátékos tartalom. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot. Sziasztok!